Letették az újhegyi sétány második ütemének alapkövét. A nyár beköszöntével számos felújítás, átépítés vette kezdetét Kőbányán. Az átalakítások sorában az újhegyi sétány bizonyos szakaszai is helyet kaptak, így ott is zajlanak már a munkálatok. Kezdő lépésként D. Kovács Róbert az alpolgármesterek és képviselőtársai segítségével elhelyezte a sétány második ütemének alapkövét. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit, aki eljött és részesévé válik ennek a mai eseménynek. Látom, hogy a hivatalos szereplőkön túl, a tervezők, a kivitelezés bonyolítók, a kivitelezőkön túl nagyon sokan itt vannak az újhegyiek közül is, és ők is izgatottan várják azt, hogy akár azt, hogy miről beszélünk most, de szerintem még izgatottabban, hogy mi fog itt épülni, hiszen már ismerjük az újhegyi sétány megújításának az első üteme nyomán született új városközpontot, városrészközpontot, közösségi teret, és hát bár a terveket bemutattuk már jó néhányszor a második ütem vonatkozásában is, de hát igazából a nagy megmérettetés az most következik, vagy a próbatétel, mit is fogunk építeni. Somorai Laci barátom utalt rá, hogy számos alapkövet leraktunk az elmúlt időszakban. Valóban 2010 óta nem egyszer találkoztunk már sokakkal ebben a körben, hiszen orvosi rendelők megújítása, új ügyfélközpont megépítése a Szent László téren, óvodák, bölcsödék felújításának az elindítása, az sokaknak, akik jelen vannak, a közös munkája, és Kőbánya e közös munka nyomán az a megújuló, épülő, fejlődő város, amelyre mi nagyon büszkék vagyunk. A közelmúltban több város főterén is jártam. A legutóbbi hétvégén végsétáltam Kecskemétnek a főterén. Egy 100 000-es város igen impozáns és igen szép sétánya. Azt gondolom, hogy nem csak a kecskemétiek, mi is büszkék lehetünk rá. De nem sokkal korábban Karcag főterét jártam be. Karcag egy kisebb város, körülbelül olyan lélekszáma lehet, mint az újhegyi lakótelepnek. Hát a karcagi főtér is nagyon szép és rendezett, ápolt. És ha elmegyünk egy-egy várost megnézni, akkor biztos, hogy mindig keressük azt a történelmi városközpontot, városmagot, azt a területet, amely köré fölépült egy-egy település, és mi azt mondhatjuk, hogy Kőbányán szerencsések vagyunk. Mert Kőbányának a város részeinek, szinte mindegyiknek van önálló városközpontja. Egyszer végigvettem magamban, hogy a fővárosi kerületek közül melyeknek van igazi városközpontja. Kőbányának van ugye a Szent László téren, de Kőbányának van egy másik is, hiszen itt egy másik kisvárosban vagyunk, a városon belül egy városban, az újhegyi sétány 18-20 000 lakossal, és bizony itt is van egy főterünk, fő utcánk, amelyekre büszkék kell, hogy legyünk. Itt ugye ez a sétány azon túl, hogy itt közlekedünk, vásárolunk, szolgáltatásokat veszünk igénybe, biztos, hogy a közösségi életnek, a helyi identitásnak a fő ütőere kell, hogy legyen. Ez az ütőér bizony elmeszesedett az elmúlt időszakban. Ráfér, hogy kipucoljuk, hogy tovább tudjon dobogni a szíve ennek a városrésznek. És hát ezen dolgozunk most már hosszú ideje. És a második ütem kivitelezésében benne vagyunk. Rövidesen, remélem, évvégén indulhat az újabb közbeszerzésünk, és a következő esztendőben a sétány déli részének megújításával zárhatjuk majd a főutca rendbetételét. De nem árulok el titkot, hogyha azt is elmondom, hogy a belső úthálózat felújítása is jó ütemben halad, és egy-két éven belül lezárul. Következnek még a járdák, egyéb zöld felületek, hiszen ott még van adósságunk. De ha mindezzel végeztünk, és a szomszédos sportliget, amelynek a felújítása még idén el fog kezdődni, illetve a mélytó környezetének a rendezése is majd a következő években megjelenik, akkor azt lehet mondani, hogy ha nem is egy új várost építettünk, hiszen a házak állnak, működnek, és azok is fejlődnek a itt élő lakóközösségnek köszönhetően. Ha nem is építettünk egy új várost, de azt lehet mondani, hogy újjáépítettük. Újjáépítettük, és bízom benne, hogy ez az újjáépítés a lelkekben is erősödést hoz, növeli a helyi identitást, és Kőbánya Újhegy az egy helyi büszkeség lehet. Ehhez kívánok mindenkinek a jövőben is jó egészséget, a kivitelezőknek jó időt, sok napsütést, kevés esőt, aztán néha egy kis
árnyékot, hűst, frissítő esőt, hiszen minden benne lesz, azt gondolom a nyárban, de hát már csak ilyenek a nyaraink. Tehát jó munkát kívánok mindenkinek, és köszönöm még egyszer a közreműködését mindazoknak, akik részt vettek a tervek kialakításában, illetve abban a folyamatban, ami elvezetett a mai alapkő letételig, és hát nagyon izgatottan várjuk majd azt a késő őszi, talán télelei pillanatot, amikor a szomszédban lévő intézmények megújításával együtt, hiszen ezek az intézmények is megújulnak, át tudjuk adni az újhegyi sétányt, de most egy másik lépésnél tartunk, képviselő kollégáimmal, társaimmal, alpolgármesterekkel elhelyezzük az alapkövet, ha erre lehetőséget kapunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. A lehetőség adott volt, így az alapkő a helyére került.